Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Hát különleges beszélgetés lesz a mai Annyi Szent, hiszen nemrégiben ért véget, tehát az elmúlt héten volt a Pál István amatőr színjátszó találkozó, ahol a Szabad Színház egyik alkotó művésze, Boldizsár Péter külön díjat vehetett át. Emellett pedig ugye azt is kell tudni vendégemről, hogy nem más, mint Szabó Miklós alezredes úr, a Nagy Sándor híradó és vezetés támogató ezred törzsfőnöke. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Én is üdvözlök mindenki. És a Szabad Színház tagja. Igen. No, beszéljünk a hivatásválasztásodról, a katonaságról, hiszen ez is nagyon fontos az életedben. Azt nagyon is jól tudjuk, hogy nem mentél például nyugdíjba, hanem továbbra is a szolgálattal töltöd az idődet. Hiszen ez azt jelenti, legalábbis számomra, kívülálló számára, hogy ezt valóban hivatásnak tekintetted. Hogy? És tekinted ma is. Egy kicsit szeretnénk módosítani. Megbízott törzsfőnök vagyok, nem a törzsfőnök. A törzsfőnök úr misszióba távozott, és én helyettesítem. Nem egy egyszerű feladat, így egy informatikus fejjel. A hivatásválasztás, sokat töprengkedtünk a feleségemmel, amikor befejeztem a főiskolát, a Kandó Kármán Villamosipari és Műszaki Főiskolát, hogy hova menjek dolgozni. Annak idején, 85-ben túl nagy lehetőségek nem voltak, vagy az Albacom, vagy a Videoton volt a legfontosabb felvevő informatikusoknak. És volt a családban egy katona, aki leült velem, beszélgetett, és mondta, hogy a honvédség most, a honvédségnél is fejlesztik az informatikát, új technikák jönnek, oda kellenek a friss emberek, és megfelelő támogatást is tudnak adni, hogy normálisan elkezdjünk egy életet, hisz abban az évben házasodtunk össze a feleségemmel, és így jelentkeztem akkor még a Magyar Néphadsereghez. 85-ben és 86. január 1-től vettek fel még az ottani gépi adatfeldolgozó központ üzemeltető alosztályvezetőjének. Tehát az alkotói véna egyik oldalról informatikusként nyilván meg Igen. volt benned, hiszen a kezdetek kezdetén lettél informatikus, ami azt jelentett, tehát még nagyon is gyerekcipőben járt az informatika hazánkban. Igen, akkor még nagyon nagy gépek voltak. Aztán azóta már ível felfelé nyilvánvaló. Rengeteg olyan feladat juthatott akkor osztályrészedül, ami meghatározta a későbbiekben, hiszen ne feledjük, a rendszerváltás előtt vagyunk Igen. még ebben az időszakban. Mi minden változott informatikai szempontból, azt tudjuk, de azért a hadseregben is nagyon sok minden változott. És szintén a számítástechnikára kérdezlek. A hadsereg folyamatos átalakítás alatt van tulajdonképpen, már 86 végén indult egy átszervezés. Szakaszosan mindig megújul és próbálja követni a technikai fejlődéseket, és ehhez ugye a humán erőforrást is valahogy társítani kell. Informatikában a nagygépek kora volt az, amikor én végeztem és bekerültem, ez a, akinek mond valamit, az R11-R55-ös korszak, ami viszonylag gyorsan, hát olyan 5 év alatt le is csengett, és bejöttek az első személyszámítógépek. A Commodore 64 nagy sláger lett. Nagy sláger volt. Na, ami azért a honvédségnél túl nagy pályafutást nem futott. De utána jöttek a számítógépes hálózatok, a struktúrált hálózatok. Az informatika is olyan remek ívet futott be a honvédségnél is, mint a civil életben. No. Emellett pedig ugye párhuzamosok találkoznak legalábbis ebben az esztendőben itt és nálad, hiszen a Szabad Színház pedig része volt az első pillanattól kezdve az életednek, mármint a házas életednek mindenképpen, hiszen Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője, lelked jobbik fele. Igen. Aztán majd később a gyerekekről is szó esik. Tehát egyszerűen elkerülhetetlen volt, hogy a hivatásod mellett belekóstolj a színházművészetbe is? Nagyon érdekes, éppen gondolkodtam rajta, eddig nem is nagyon foglalkoztam vele. A színészi pályafutásom, ha mondhatom ezt független színészként, és a katonai pályafutásom tulajdonképpen ugyanarra az évre datálódik. Amikor mi megismerkedtünk Judittal, ő már tagja volt a Videoton színpadnak.
És ott minden szerdán volt próba, a mai napig minden szerdán van próba, tehát visszatérő, 20-25 év után visszatérő ismerősök jönnek a próbára, és találkozunk. És elvitt engem magával, és én végignéztem a próbákat. És eleinte csak, mint technikai segítő, és utána pont Boldizsár Péter volt az, aki az első szerepet rám osztotta, Őrsi Széchenyi és az Árnyak című drámájában. Igaz, hogy Őrültet játszottam, de az nekem az pont elég volt, nem egy nagy szerep volt, de ahhoz, hogy valami, megmutassam magam nézők előtt, ami azért nem egy szokványos dolog, ahhoz éppen alkalmas volt. A Honvédségnél soha nem ért hátrány amiatt, hogy hát ugye először hobbi volt. Igen. Ma már viszont én azt mondom, hogy jószerivel hivatásszerű, hiszen a Szabad Színház szárnyal, mondom én, és ezt nem csak azért, mert végigkövetjük a repertoárt, és látjuk, hogy micsoda fantasztikus előadásokat állítotok színpadra. Tehát hogy búvik meg a hétköznapokon ez a kettősség? Hát engedd meg, hogy visszafele menjek. Tehát a mai korban, a mostani években már a Honvédség büszke arra, hogy a katonái mással is foglalkoznak. És rengeteg gratulációt kaptam a díjra is, a parancsnokomtól is, és a munkatársaimtól is. És a Szabad Színház már többször játszott benne a Honvédségnél, a katonáknak volt több előadásunk is. Nem volt ez ilyen a kezdetek kezdetén. Amikor én katona lettem, és elindult a színészi pályám, eltelt 2 év, bent én nem reklámoztam, hogy amatőr színjátszó is vagyok, de egyszer csak felhivatott a főnököm, és közölte velem, hogy döntsem el, hogy katona akarok lenni, vagy színészkedni akarok. És akkor volt egy olyan másfél-két év, amikor a plakátokon úgy szerepeltem, hogy Miklós Pi Péter. Ezzel át is hidaltuk, és eljött a rendszerváltás, és a rendszerváltás után már nem volt ez probléma. Utána meg kifejezetten örömmel töltötte el a vezetőket, hogy mással is foglalkoznak emberek. Nemrégiben, amikor a 60 éves lett a Szabad Színház, nagyon sokat beszélgettünk azokkal a régi tagokkal, akik még köztünk vannak, hála Istennek teszem hozzá, és arról a generációról, aki tulajdonképpen olyan szinten berobbant, itt a rendszerváltás idejéről beszélek, hogy máig ható érdemeik vannak abban, hogy a Szabad Színház tényező Székesfehérvár színházi életében. Ezt az időszakot hogyan éltétek meg ti? Szerencsére mindig voltak olyan régi tagok, mint például az Udvaros Gyuri, vagy a Törsök Márta, alapító tagok, és 58 óta mai napig velünk játszanak, és mindig voltak olyan tagok, akik át akarták adni a tapasztalatokat és a tudást az érkezőknek, és mindig voltak fiatalok, akik jöttek és szerettek volna színészkedni, szerették volna megmutatni magukat a színpadon. Ez a fiatal generációnak most megnőtt a létszáma nagyon. Köszönhető annak, hogy beindult a Prikulicsok csoport, amit a Judit vezet, és egy remek utánpótlásnak bizonyult, és olyannyira felfejlődött, hogy az idei évben már ketté kellett őket szedni. Tehát van egy Prikulicsok kis csoport, és van egy korosabb, idősebb középiskolás, főleg középiskolás csoport, ami egy remek utánpótlási lehetőséget mutat a Szabad Színháznak, ami megnyilvánul abban is, hogy Csizmadia Máté, aki a Három Erdődi produkcióban is szerepel, igen, aki az unokámat játsza, remek színészi vénákkal van megáldva, és külön dicséretet kapott a zsűritől, kifejezetten Börcsök Enikőtől. Egyébként íve van a történetnek, hiszen Videóton színpad, erről beszéltünk, igen, aztán Szabadművelődési Ház, Igéző. Igen. És az Igézőben végre otthonra találtatok, de egész Székesfehérváron. Ugyanis nincs fesztivál, nincs kiemelt ünnep, ahol ne szerepelnétek. Ez mennyire kíván egész embert? Hiszen ráadásul folyamatosan újabb és újabb ötletekkel álltok elő, amit meg is kell valósítani, és ráadásul olyan szinten, ami ma már a Szabad Színház bármely tagjával szemben elvárás.
Szerencsére van egy olyan kemény mag a Szabad Színházban, aki segít megvalósítani a terveket. Hát most erre nem szeretnék létszámot mondani, de ez egy jelentős humán erőforrás, vagy humán anyag, akik támogatnak bennünket, és hát Judit, mint ötletgazda, kifogyhatatlan, legalábbis én úgy érzem, és amennyiben nem a kőszínházban, vagy nem a bent a színházban talál ki produkciót, hanem jön a nyár, és jönnek a koronázási ünnepi játékok, a középkori piac, vagy akármilyen utcaszínházi előadás, van olyan, aki plusz ötleteket ad, és ebből egyre több és több ötlet fakad, és egy remek előadás kerekedik. Én úgy gondolom, hogy a középkori piac, ami most már évek óta megy, nagy kedvence a város lakóinak, sőt, én tudok olyanról, akik direkt vendégeket hívnak erre az időszakra, nem csak miattunk természetesen, hanem a koronázási ünnepi játékokra, de úgy jönnek, hogy nem hagynák ki azt a három napot, amikor kint vagyunk a főtéren. Fontos az utcaszínházi játékok, hisz akkor kovácsolódik össze a kis csoport, a plikulis csoport és az idősebb színjátszók, ugyanis ott egy közös, közel 40-45 fővel szoktunk részt venni, és tulajdonképpen ott érzik meg igazán a súlyát annak, hogyha én kiállok és mondok valamit, és nagyon-nagyon sok ember van, akkor annak milyen következménye van. Nevetnek, nem nevetnek, vagy elfordulnak és elmennek. Hál' Istennek az esetek többségében szórakoztatjuk a nézőket. A plikulicsok csinálnak előadásokat, de hát természetesen nem olyan nagy létszámú közönség előtt, mint kint. Az elmúlt időszakban is megtaláltak a szerepek téged, ha csak visszaemlékszünk, Káosz, Félélet, Pánik, Kaliforniai Álom, Béla király, ami nemrégiben volt, augusztus 20-a, ez egyébként remek volt, és amit említettél már, a három erdődi. Van még szerepálmod? Soha nem gondolkodtam. Nem gondolkodtam szerepálmon, nem tudom. A Béla királyban például nekem nagyon-nagyon tetszett a Béla király, tehát igen. Én azt mondom, hogy Székesfehérvár annál is inkább a színházak városa is, hogy megmerte tenni, ez a merte nagyon idézőjelben a város, hogy a koronázási játékok mellett megjelent ugye Matuz által rendezett a Városház téren egy darab, és megjelent ez a fantasztikus Béla király Szabó Magda darab. Igen. És ráadásul ott volt még Lábodi Ádám játékos előadása az Országzászló téren, és azt mondom, hogy remekül kiegészítettétek egymást. Ez egyébként is cél, hogy a Vörösmarty Színház repertoáriát a maga eszközeivel a Szabad Színház kiegészítse? Igen, mi szeretnénk azt, hogyha pont a koronázási ünnepi játékok kapcsán, ami az oratóriumi játékban ugye nem tudnak bemutatni magának a például Béla királynak az életét, akkor mi ezt megmutatjuk a nézőknek. És szerencsére rengetegen vannak, akik kíváncsiak is erre. Mi kiegészíteni szeretnénk a Vörösmarty Színházat mindenféleképpen, segíteni az, hogy a kultúra mind nagyobb rétegeket érjen el ebben a városban. Hisz van egy nagyon nagy közönség, aki jöhet, vagy jöhetne, árban is egy kicsit olcsóbbak vagyunk, tehát hozzánk is be tud jönni az a réteg, aki esetleg nem tudja megfizetni a Vörösmarty Színház belépőjegyét, és nem szeretnénk szinten aluljak maradni. Tehát azt a színvonalat mindenféleképpen tartani szeretnénk, ami elvárható egy most már független színháztól. Igen. Tehát az emblematikus programok megmaradnak, gondolok itt a fesztiválokra, igen, és a hiszen nagyon sok minden van a Szabad Színházban, a főutcán, nem csak a színházi előadások, kiállítások és így tovább. Emellett pedig, és mondjuk abban semmi túlzás nincs, ha azt mondom, hogy a Szabad Színház társulati tagnak lenni életforma. Igen. Igen. Ezt el kell fogadni. Aki a Szabad Színház tagja, az egy kötelezettséget is vállal arra, hogy egy kicsi kultúrát átadjon a igen, mert most lakosan. Csak kiragadott példa, tehát vannak civil foglalkozások, Magony Imre csinál, amit csinál, tehát könyvtárosként. Igen. Fertő Laci nem különben, a fiad Szabó Miklós Bence, aki az én kollégám, de
Hogyan lehet úgy inspirálni a fiatalokat, vagy a kevésbé fiatalokat, hogy a teljesség igényével álljanak neki a feladatnak? Mondjuk Nagy Juditot rendezőként ismerve ez nem egy nehéz feladat, mert ő ezt megköveteli, de hogy sikerül kiválasztódniuk ezeknek a fiataloknak? Szerintem a legfontosabb minden esetben a példa, a jó példa. Tehát, hogyha az idősebbek, ha tapasztaltabbak, a régi színjátszók olyan példát mutatnak a fiataloknak, amit érdemes követni, akkor ők be is állnak a sorba, és meg is tesznek mindent annak érdekében, hogy egy produkció a maximumot nyújtsa. Judit meg maximalista, tehát ő el is várja mindenkitől, hogy teljes mellszélességgel a produkció részese legyen. A katonás rend kell ahhoz, hogy valaki 100%-ot nyújtson a színpadon túl, apaként, nagyapaként, mindenféle értelemben. Hogy telnek a napjaid ennek tükrében? Tulajdonképpen minden nap van minden. Minden nap van egy kis színjátszás, minden nap van egy kis munka. Szinte minden nap van egy kis nagypapa, ami nagy boldogság. És tulajdonképpen sodródom az árral. Én ezt tudom. Tehát soha nem tervezetten csináljuk meg a napot. Ami tervezett, az természetesen az, hogy el kell menni dolgozni. A munkaidőnek, amikor vége van, akkor indul a következő műszak, beszélhetünk így róla. Én minden nap bemegyek az igézőbe, hogy minden rendben van-e, illetve fel kell készülni. Hála a jó Istennek. Tehát most egy nagyon-nagyon sűrű programokon vagyunk túl, és programok előtt állunk. Tehát azért mindig napról napra felkészültnek kell lenni, és akkor még mindig ott van, mindig marad egy vagy két óra az unokára, és ha máshogy nem, akkor telefonon tudunk beszélni a fiúkkal is, legfőképpen a kisebbikkel, aki a 190 centi fölött van, a zenész Szabó Danival. Mert ő Budapesten van zömmel. De most hétvégén, hál' Istennek, együtt voltunk mind a heten, három teljes napot, ami ebben az évben azért az egy csoda. Különleges, igen. No, viszont, ugye említetted a három erdődit, de először arról a misszióról beszéljünk, mert én ezt küldetésnek tartom, hogy valami újdonság mindig megérkezik. És itt gondolok elsősorban, ugye itt volt Milliahó. Az a trilógia, ami azt mondom egyedülálló, tehát nagyon fontos, itt azt gondolom, hogy az nagyon volt, de a Szabó Magda nem különben. Erre térjünk egy kicsit vissza, mert én azt mondom, hogy az augusztus 20-ához kapcsolódó, nemzeti ünnephez kapcsolódó színházi estéknek az egyik csúcspontja volt a Béla király mindenképpen. Ti miként éltétek meg, hiszen Szabó Magdáról tudjuk, hogy teljesen más megközelítésben tudja megmutatni nekünk a múltat, míves veretes történeteivel. Szabó Magda Béla királyának a próbái már nagyon érdekesek voltak és felemelőek voltak, amikor a játszók találkoztak magával a szöveggel, és már az olvasó próbán kiderült, hogy a Judit által megálmodott szereplőgárda mennyire ugyanazt a figurát hozza az általa kiválasztott személy, mint ami meg volt írva. És hát most Szabó Magdát nagyon jó játszani. Én úgy érzem, hogy legalábbis a nyelvezete is olyan könnyen érthető, belevisz egy kicsi mai, tehát ugye ebben a 13. századi történetben szerepelnek olyan szövegrészek is, ami tulajdonképpen a mára utal, de ez nem zavaró, tehát egy-két helyen. Viszont nagyon jó konfliktusok alakulnak ki. Egyébként a Balogh Mihály, aki játszotta a Béla királyt, én szerintem maga volt a Béla király. Ez olyan, most ne arra, hogy egy kicsit elcsapongtam, a Videoton színjátszó csoportnál rengeteget jártunk fesztiválra, mi 90 előtt, tehát 90 környékén, és a Tatabányára vittük el a Széchenyi és az Árnyak című előadást, amiben az Udvaros Gyuri, az Udvaros György volt. Igen. A Széchenyi. A zsűriben Acser Tamás volt.
akinek egyébként mi az egyik kedvenc csoportja voltunk, mert azt mondta, hogy ez egy olyan csoport, ami az egész országban nincsen, olyan karakterek vannak, amit nem látott soha eddig. Beült nézni az előadást, megnézte, éjszaka elolvasta magát a drámát, mert nem ismert ezt, másnap az értékelésen mondta. A lényeg az, hogy azt mondta, hogy beült és meglátta az Udvaros Gyurit, és azt mondta, hogy mit keres ez az ember itt, mint Széchenyi. Majd eltelt 2 perc, és azt mondta, hogy ő volt maga Széchenyi. És a Béla király kapcsán én is olyan érzésem volt, amikor a Misi elkezdte játszani a Béla királyt, hogy hát ő maga a Béla király. És teljesen hihető volt, teljesen egybe tudtunk olvadni, és az, amikor megvan az összhang a színpadon, az érződik kifele a nézők fele is. Tehát a nézők is bele tudnak az egészbe ülni, és részesei tudnak lenni. Én azért is szeretek játszani az igézőben, mert a nézők olyan jó közel vannak. Tehát nem lehet mímelni semmit sem, mert ott vannak tőled 2 méterre, minden gesztusodat, minden pillantásodat látják, és ettől lesz igazi a játék. Én ezzel szerettem volna folytatni egyébként, hogy az igézőnek ilyen értelemben is varázsa van, és most ezt a 3 Erdődinél megtapasztaltam. Ez egy kamaradarab, ugyebár. Egyébként sem nagy a színpad, de te magad a nyugdíjas hortitiszként, a fiad, aki elvesztette a feleségét, és elvesztette önmagát, ha úgy tetszik, és az alkoholizmusba menekül, és a kicsi gyermek, akiről beszéltünk, Csizmadia Mátéról, aki rendkívüli tehetség egyébként, aki útkeresésbe fog, és egy rendkívüli helyzetbe kerül. Ez mind-mind azt mondom, hogy ez az út, ami abszolút a tiétek. És az a fajta tisztaság volt ebben a darabban is, ebben a 3 Erdődiben, és erről beszéltünk a kollégákkal, akik látták, hogy ez annyira tiszta, egyszerű, világos. Az egyszerű, ez nem jelzőszerkezet, ahogy használják 2019-ben, hanem inkább felemel. Ez az út, ez a ti utatok? Mindenféleképpen ez kell legyen. Én úgy gondolom, hogy le kell tisztulni, amikor valaki a színpadra lép. Azonosulni kell a szereppel, és hogyha a nézőkkel el tudod hitetni, hogy te vagy az, akit játszol, hogy nincs különbség a színjátszó és a szerep között, az teljesen egybeolvad, abból jöhet ki egy jó, egy szép előadás. Milyen gondolatokkal fogadtad, hogy az általunk nagyra becsült Bolcs Dézsár Péterről elnevezett elismerést, amelyet most alapítottak egyébként elsőként tevet? Hát nehéz erről beszélnem. Nehéz, majdnem sírtam. Igen. Megtisztelő, hogy én kaptam az elsőt tőle. Pont a Bolcs Dézsár Pétertől, akit én nagyra becsültem és nagyon szerettem. És nagyon fájt, amikor 2 éve elment. Jó helyre került. Mire készültök? Hát most az adventre készülünk legjobban. Jön az adventi időszak, amikor mesejátékokat gyerekeknek játszunk programokat, de még egy zajos november előttünk áll, ahol az összes fesztiváldíjas darabunkat előadjuk. A Fél életet, ami fesztiváldíjas volt, a Pánikot, a Káoszt, a 3 Erdődit, a Béla királyt, tehát ez most. Itt az alkalom, hogyha valaki ebben az évben még meg szeretné nézni, akkor most megnézheti. Éppen ma lesz a 3 Erdődi, ma nincs Hamletnek az előadása, ami szintén ugye a Misi kapott egy külön színészi díjat. Egyébként távlatokban a Judit régi álmát szeretném megvalósítani, az egy krimi lenne, egy Agatha Christie. És többet nem tudok mondani, és nem is szeretnék mondani róla. Ha nem a 10 kicsi néger, akkor... Nem a 10 kicsi néger. Akkor jó. Nem a 10 kicsi néger. Hát és akkor köszönöm, hogy megtisztelti. Áldott ünnepeket kívánok a katonának, a férnek, az apának, a színművésznek, csak így együtt Szabó Miklósnak és nagyon az egész köszönöm. Családnak. Köszönöm, hogy itt én voltál velünk. Kedves nézőink, Szabó Miklós alezredes volt a vendégem, megbízott törzsfőnöke a Nagy Sándor vezetéstámogató és híradó ezrednek, emellett pedig az idei Pál István Fesztiválon az első
ízben kiadott Boldizsár Péter különdíjat vehette át a Szabad Színház tagjaként. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Viszont.